Abban a laboratóriumban vagyunk, ahol az országban, és sőt, Közép-Kelet-Európában először létesült egy úgynevezett teravatt súlyos teljesítményű lézerrendszer. Ez kb. 20 évvel ezelőtt történt, azóta rengeteg projektet csináltunk itt, alapvetően a nagyon rövid lézerimpulzusok előállítása és használata különböző kísérletekhez, ezzel lehet összefoglalni a labor profilját. Lézerlaboratóriumunkban femtoszekundumos impulzusokat állítunk elő, erősítjük őket, és az így felerősített ultrarövid impulzusokkal végzünk kísérleteket, valamint ezek tulajdonságait vizsgáljuk. Céljaink között szerepel a hallgatók és fiatal kutatók szakmai felkészítése az ELI ELPS kutatóintézetben végzendő munkákra, melyet Magyarországon egyedülálló laborinfrastruktúra és eszközpark segítségével sajátítatnak el ebben a laborban. Jelenleg a fő projektünk, ami a minisztérium által támogatott Nemzeti Lézeres Transzmutációs Laboratóriumi projekthez kapcsolódik, az lézerrel történő ionok előállítása, gyorsítása, majd ezen ionok segítségével neutron nyaláb létesítése. Aztán majd a neutron nyalábot továbbra felhasználjuk nukleáris fizikai kísérletektől kezdve orvosbiológiai alkalmazásokig, illetve anyagtudományi alkalmazásokig. A projekt szinte minden részébe be lehet csatlakozni, vagy kísérleti, vagy elméleti, vagy esetleg mind a két oldalról.